Sziasztok, drágáim! Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jászmin, aki még nem ismerne. Aki most talált rám a live miatt, köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy egyre jobban gyűlünk, és nagyon sokan jöttök hozzám, és nagyon sok privát kérdéseket is tesztek fel. Köszönöm szépen! El szeretném mondani a közleményeket. Aki szeretne e-mail jóslást, az írjon sziget31@gmail.com vagy Jászmin Tarot Facebookra, tehát ugyanaz a nevem, mint itt YouTube-on, Jászmin Tarot Reading. Aki szeretne oldásgyógyítást, nem halad az élete, el van akadva, úgy érzi, hogy ugyanazokat a köröket futja, és soha nem sikerül semmi, esetleg párkapcsolat sem, vagy valami blokk van az életében, vár valamire, és nem teljesedik be, ott bizony gyógyítás, oldás kell, lehet, hogy többször kell, de megéri, én ugyanezt csináltam, és most köszönöm szépen, azért jól vagyok. Aki szeretne átokrontás levételt, úgy érzi, hogy vannak gonosz emberek az életébe, megátkozták, rosszat kívánnak, ott bizony le kell venni, tudok segíteni, védelmet tudok adni a párkapcsolatra, hogy senki ne tudjon beleavatkozni, és hogyha utaztok, féltek repülőn, vagy bárhol, akkor tudok segíteni, hogy aznap ne legyen semmi gond. Vannak kulcstartók és amulettek, még Magyarországon nagyon szépek, lehet rendelni, ha magaddal hordod, akkor nem lesz mágia, nem lesz fekete rontás, és nem lesz balesetek. Aki szeretne karkötőket bármilyen betegségre, ezek a karkötők ott hajhatnak, ahol tudnak bárhová bevonzani a szerelmet, vagy tárgyalásokat megnyerni, munkába fölvételt, bármilyen lelki, fizikai problémátok van, karkötő a segít, hogy ott legyen, amikor kell. Köszönöm szépen! Még egy felhívás, aki szeretne velem és Monikával újra Ciprusra jönni, ugyanabba a szállodába egy hétre, az jelentkezzen sziget31@gmail.com. Összesen a utazás ára repülő, 5 csillagos szálloda reggeli vacsora, és a mi díjunk, amit egy hétig beszélgettünk, dolgozunk veletek, összesen 1500 font. Tehát jelentkezzetek, hisz meg kell vegyük a jegyeket, és a szállodát is. Köszönöm szépen, most pedig nézzük, hogy mit akarnak ma üzenni nekünk. Tehát, drágáim, nézzük meg, hogy mit üzennek ma a lapok, mit érez irántad, és mit nem mer elmondani neked. Gyönyörűen éjjel összetettem a lapokat, úgyhogy most így tudok normálisan húzogálni belőlük. Először húzok, aztán mondom. Félelem, hold. Királynő, kelyhek. Lovag botok. Ötös kelyhek, szomorkodás, hogy kiömlött a tej, holott még hátul van a boldogság. A torony időszak mindig áldást hoz az életünkben. Ötös kardok, leszekedések. Hármas botok, várja, hogy mikor lesz az az idő, amikor valakivel együtt lehet. Aprod, kardok. Nyolcas kelyhek, hatos kardok, pap, nem, ez nem pap, pillanat, ez uralkodó. És most jön a pap. Nagyon furcsa kártyák, úgyhogy át kell nézni őket, hogy mi is micsoda. Hármas kelyhek. Dől itt minden, gyerekek. Négyes kelyhek. Úgy látom, hogy páratoknál sok a szomorkodás. Ítélet. Tízes botok. Olyan terheket cipeltek, és a páratok is, ami nem biztos, hogy a tietek. Ötös érmék, itt is szomorkodás. Ördög. Wow. Nap. Nyolcas kardok.
királynő érmék, 10-es érmék, és még egyet húzok, 7-es botok. Úgy érzem, hogy valaki, akire gondoltok, ez a férfi, férfiről fogok beszélni, mert az a könnyebb, nagyon sokat beszél valakinek rólatok, elmondja, hogy mennyire kedves vagy, mennyire aranyos vagy, mennyire törődsz a lelkével, és hogy tudja ő, hogy te sok mindenen mentél keresztül, hisz itt nagyon-nagyon sok a szenvedés és a fájdalom, hisz itt van a 8-as kardok, akkor itt van a 10-es botok, itt volt az 5-ös kardok, és még sorolhatnám 5-ös érmék, 7-es botok, tehát ezek mind ellenállást és szomorúságot tükröznek, és azt is látja, hogy ezeket a dolgokat, hogy szenvedtél, felhasználod arra, hogy jobban növekedjél, hogy jobban kiteljesedjél az életedben, és másoknak is segítsél. Lehet, hogy apa, anya, vagy már, tehát lehet, hogy apa vagy, vagy már anya vagy, vannak gyerekeid, és azt is elmondja másoknak, hogy nagyon-nagyon jó édesanya vagy, vagy nagyon-nagyon jó édesapa vagy, és hogy annyira tudod a munkádat a gyerekekkel, hogy ő csak ámul-bámul, hogy mennyire gondját viseled a családodnak, vagyis a gyerekeidnek, hogyha van. Akinek pedig nincs, akkor pedig olyan embereknek segítesz, akiknek nem is kellene, és mégis segítesz, és azt beszéli rólad, gyerekek, ami jó dolog, hogy te hozod neki a napfényt, hisz itt van a nap, ugyanakkor félelemmel tölti el néha ez a kapcsolat, és tudom, hogy toronyidőszak van, lehet, hogy nem jön, lehet, hogy nem ír, ugyanakkor nagyon-nagyon sokat gondol rátok, szeretne veled beszélni, de mint mondtam, várja a tökéletes időt, hogy összeszedje az erejét, és elinduljon feléd. Úgy érzem, hogy elmondja azt rólad, hogy boldogságot hozol az emberek szívébe, hogy olyan vagy, mint a nap, olyan nap energiád van, aki bearanyozza mások életét, de legfőképpen az övét, a mosolyoddal, a kedvességeddel, a törődéseddel, úgy érzi, mint mikor éjszakában is nap lenne, tehát annyira kedves egyeniség vagy, hogy soha életében még nem kapott ennyi szeretetet, amit te adtál neki. Úgy érzem, hogy nagyon sok kihíváson mentél keresztül, nehézségeken, a múltban lehet, hogy nem volt anyukád, vagy nem volt apukád, vagy a szülők nem úgy kezeltek, neveltek, ahogy kellett volna. Lehet, nem volt idejük te rád, vagy éppen egy páran, családtagok, vagy szerelmek kihasználtak téged, és azt is elmondja rólad ez a férfi, hogy szeretne igazságot teremteni az életedbe, szeretne az ítélettel végre abba hagyatni azoknak az embereknek, tehát akik kihasználnak téged, hogy senki ne tudjon téged kihasználni, sem a szülő, sem a család, sem a gyerek, és sem a barátok, és hogy itt az ideje, hogy igazságot kapjál fentről a Jóistentől, mert arany szíved van, és ezért nagyon-nagyon szeret téged az arany szíved miatt, és legfőképpen gyerekek nagyon tisztel téged. Tiszteli azt, hogy kedves vagy, hogy bearanyozod az életét, és úgy érzem, hogy te vagy neki a királynő, itt többször volt a királynő érmék, és még egy volt a királynő, megtalálnám, igen, a királynő kelyhek. Tehát úgy érzi, hogy te vagy egy királynő, ő pedig a te királyod, tehát itt már nem szolgasorba érzi magát, hogy ő a papucs, hanem úgy érzi, hogy ő kell legyen a te királyod, hogy vissza szeretné adni azokat a sok jó dolgokat, amit adtál neki, hogy bearanyoztod az életét, mert úgy érzem, hogy te előtted úgy érezte magát, hogy ő nem illik ebbe a világba, nem illik az emberek közé. Úgy érezte, kint hagyták a hidegbe, úgy érezte, hogy másoknak a sorsát cipeli, vagy pedig olyan dolgokat cipel, amit nem tud letenni. Szeretne téged még jobban szárnyaltatni, gyerekek. Szeretne téged felemelni. Szeretné, hogyha a toronyidőszak az életedbe, a veszekedések elmúlnának. Szeretné ünnepelni veled. Egy párotoknál lehet sajnos harmadik személy van, hisz hárman vannak a kártyák. Lehet, hogy nem találkoztok, nem beszéltek, ezért kétszer van a 3-5-ös kelyhek és a 4-es kelyhek. Itt a 2-es kelyheket nem látja, itt pedig nem látja a
Gelyhek álszát, ami azt jelenti, hogy beszélgetés, szerelem, család, kutya, macska, de azt mondja a barátjának, vagy akivel beszélget, családjának, vagy anyukájának, hogy kér tőle tanácsot, hogy hogyan tudná ezt a sok jót neked visszahálálni, és hogy mit tegyen. Hát nagyon egyszerű, ugye gyerekek, szeressen téged úgy, ahogy vagy. Ő el akarja neked mondani, hogy szeret téged, el akarja mondani, hogy sokat adtál az életébe, azt is elmondja, hogy előtted úgy érzem, ez a férfi hisz itt van, hogy nem látott tisztán, hogy terheket cipel, hogy kint hagyták a hidegbe, és kívülről nézi, hogy mások milyen boldogok, hogy, és itt az ördög manipulálták, kihasználták lehet egy párotokat, vagy őt szexuálisan is bántalmazták, és ezért egyedül érezte magát, segítettél neki igazából, és úgy érzem, gyerekek, ami jó hír, hogy mind a ketten fénymunkások vagytok, és muszáj volt találkozni, hogy egymás életében boldogságot hozzatok, szeretetet, tiszteletet, és ami a legfőképp igazságot nyerjen az életetek, hogy soha senki, de senki ne tudjon kihasználni titeket. A hetes botok jelzi a veszekedéseket, a problémákat és a sok dolgokat, amit másoktól kaptatok. Úgy érzem, hogy te nélküled el van veszve, úgy érzi, kihasználták a múltban, elhagyták a hidegbe, és elkezdett tápolni a testét, a lelkét, sokat törődtél vele, fényt hoztál az életébe, és azt meséli, hogy te húztad ki őt a sötétségből, magyarul gyerekek, te húztad ki őt az árnyékos oldalról, most ezeket mind-mind vissza akarja adni neked a kapcsolatban, és azt akarja neked mondani, én általam a lelke, hogy itt vagyok és számíthatsz rám, de abszolút. Úgy érzem, hogy abszolút megváltoztattad az életét, jó irányba fordítottad az egész világját, te nélküled ő senki volt, szegény volt, és nem volt jó az élete, kihasználtak ugyanúgy, mint téged. Úgy érzem, gyerekek, hogy azt is elmeséli ennek a valakinek, hogy úgy gondolja, hogy mind a kettőtöknek aranyszíve van, hogy mind a kettőtök ártatlan, és kihasználják ezt az emberek. Úgy érzi, hogy nagyon összeilletek, pláne telepatikusan most, ha beszéltek, minden szinten. Úgy érzi, hogy mind a kettőtök fénymunkás, hisz a szem jelzi, hogy spirituálisan segítenek nektek kinyitni a harmadik szemcsakrát, és fénymunkások vagytok, be kell teljesítsétek a feladatotokat, hogy bármilyen módon emberekkel legyetek. Egy pillanat, hagyd nézem, megjött-e valaki. Még nem, mert lehet, hogy jönnek munkások. Na, szóval telepatikusan elmondja, hogy mennyire szeret téged. Savanyú volt az élet, amíg nem jöttél az életébe. Boldogtalan volt. Nagyon vágyakozik utánad. Szeretne téged megölelni, megcsokolni. Egy párotoknál úgy érzem, hogy el fogja neked mondani, hogy nagyon sokat gondol rád, hogy te vagy neki a világja, hogy szeretné, ha tündökölné, várja azt az időt, amikor úgy érzi, hogy összeszedte az erejét, hisz ott még félelmek vannak, várja azt az időt, amikor tud feléd jönni. Elmondja valakinek, hogy egymásnak a tükrei vagytok, hogy ugyanúgy, olyan rosszakon ment ő is keresztül, mint te is. Lehet, hogy egy kicsit pepitába, de az élete ugyanolyan szomorúság volt, szenvedés, és nem volt jó. Nem érezte magát biztonságban gyerekkorában, lehet nem volt apukája, és lehet, hogy testvérek nevelték fel, és azt érzi, hogy igen, mindene megvolt, mégis valami hiányzott az életéből. Azt akarja, hogy most már az életed jó legyen, egy párotokat el akar venni feleségül, megkéri a kezedet, vagy következő lépésre helyezi a kapcsolatot, el akarja mondani, hogy nagyon szeret téged, és erre kihúzom a szerelmi lapot. Úgy érzi, te vagy a másik fele, és úgy érzi, hogy ketten értek együtt. Tudjátok, úgy érzi, mikor van egy lánc, tudjátok, lehet vásárolni azt a kicsi szívet, ketté töritek, és egyet ő húz, egyet ti, vagy a barátotoknak adjátok. Azt érzi, hogy ketten értek egyet, hogy nektek a világban igazságot kell teremteni. Szeretne veled beszélgetni, és el akarja neked mondani,
hogy nagyon-nagyon hiányzol neki, hogy békét hoztál az életébe, szerelmet, el akarja neked mondani telepatikusan, hogy küldi neked a pozitív szerelmet, küldi neked az energiát. A két lélek beszélget egymással, és úgy érzi, hogy még jobban megbolondul, amikor telepatikusan elmondod, hogy szereted, te gyújtottad őt lángra, szerelemre, mert már nem bízott, hogy ilyen létezik, hisz kihasználták, és úgy érzi, hogy egy percig sem engedi, hogy kihasználjanak téged. Egy párotoknál ma vagy holnap már szerelmes levél fog jönni, ahol kifejti, hogy nagyon hiányzol neki, csak várja, hogy a problémák elmenjenek. Lehet ő előtte is volt olyan kapcsolatod, amiben elfutottak, elhagytak, egy ideig jó voltak, és utána nem voltak jó. De ez a férfinek is nagyon fontos tudni, hogy szereted-e őt, akarja tudni, mert úgy érzi, hogy a múltban nagyon sok olyan dolog volt, ami nem volt jó, és ezen bánkódik. Nézzük meg, hogy még mit akar nekünk üzenni. Elbújtattam magam te előtted, aki vagyok. Igen, mert mint mondtam, hogy gyerekkorában nem becsülték meg, de te segítetted, hogy most már egyre jobban lépésről lépésre kinyissa a szívét, és te segítetted meg, hogy bízzon az emberekben. Bár csak másképp lenne a dolgok, ha netán nem vagytok együtt, vagy valamiért harmadik személy miatt nem tudtok együtt lenni, akkor azt mondja, hogy te velem vagy mindenhol, téged látlak. Bárhová megy, te ott vagy, az energiád ott vagy, te is érzed az ő energiáját, és egyelőre a pénzre összpontosít azért, hogyha találkoztok, akkor legyen miből is megélni, és szeretlek téged, akarlak téged. Nagyon szép üzenet, még húzok nektek a fekete kártyából is, hogy lássuk, hogy még mit akar. Nem mertem veled kimutatni az érzéseimet, és bocsáss meg ezért, de már ki fogja mutatni, és ez a szenvedély annyira éget, hogy nem tudja már tovább törtöztetni magát, és senki nem olyan, mint te, hisz ilyen angyal csak egyszer van az életébe, és elmondja mindenkinek, akinek csak teheti, hogy nagyon örül, és köszöni a jó Istennek, hogy az életébe vagy. Remélem tetszett a videóm, köszönöm szépen, legyen szép napotok, természetesen live délután, köszönöm szépen, sziasztok, csok-csok!